Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás március 13-áig. Itt a képen látható egy szolgáló lány, a másikon pedig a munka. Az azt jelenti, hogy a munkahelyen te mindig másokat szolgálsz. Persze ez jelentheti a családot is, és jelenleg úgy érzed, hogy mások kihasználnak téged. Itt látható a lehetőség, ez az ajándék, hogy megvan arra a lehetőséged, hogy javíts valamit a helyzeten. És itt ez a pap jelenti a vallást, de jelenti azt is, hogy higgy ebben, hogy valahogy javítani tudsz ezeken a dolgokon, a munkát illetően, és abban a helyzetben is, ha úgy érzed, hogy te szolgálsz mindig másokat, és mások ezt kihasználják. Ez az ajándék jelenthet természetesen egy ajándékot számodra, például szerencsét, a párkapcsolatot illetően, hiszen itt lesz egy jó hír, azon kívül itt a találkozás. Az is lehet, hogy ez a férfi megajándékoz téged, de valaki figyel benneteket itt a háttérben, figyeli az eseményeket. Ami a munkát illeti, vagy a munkahelyet, itt is van egy irigy nő. Tehát vannak irigyesek a környezetedben. De szerencsére itt látható a halál, aminek szimbolikus jelentése van, és lezárja ezt a helyzetet, lezárja ezeket a kapcsolatokat, tehát ez el fog múlni. De a halál felett itt van a levél, az jelenthet például egy örökösödési ügyet is, és itt pénzügyi dolgokról van szó, hiszen ezen a kártyán megjelenik az anyagi helyzet, ott van az asztalon a pénz. Amit ez a pap még jelenthet a hiteden kívül, egy spirituális terület, és az is pénzt jelent számodra, a levél pedig utalhat a szerződésekre, és itt lesz egy kellemes meglepetés. Ami a munkát, a hivatást illeti, itt ez a helyzet, amikor másokat szolgálsz, ez most lezárul, és áttérsz a művészetek területére. Ez jelenteti a kreatív tevékenységet, vagy egy spirituális területet, és akkor ez a levél utal szerződésekre. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Te hosszú ideig vártál arra, hogy egy álom megvalósuljon. Ez most befejeződik, hiszen itt van a tolvaj, és a tolvaj eltávolítja ezt a kártyát, tehát nem kell tovább várnod, hanem itt a közel jövőben tényleg történnek bizonyos dolgok, ami örömteli részedre, hiszen itt vannak az álmaid, és ez megvalósul, hiszen lesznek itt jó ajánlatok. A háttérben megjelenik ez a férfi a gondolataival, hiszen ő gondol rád. De alatta van a tolvaj, és az azt jelenti, hogy fél attól, hogy elveszít téged, hogy valaki elrabol téged. De ezt ő nem mondja ki, ez így a háttérben történik. Ami az ő gondolata, az megjelenik itt a feje fölött, itt van a vidámság, egy meghívás és egy ünnepség. És ami még történik, hiszen ez megjelenik itt az ő gondolataiban, ez a meghívás, ez az ünnepség, itt te állsz a középpontban, és itt látható a házasság,
Ez lehet egy eljegyzés, egy házassági ajánlat, és ez lesz a kellemes meglepetés. Itt látható ez a hír, és itt ez a meglepetés a képen. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!